Borden első bejegyzése 1897. április 3-án az Orfeum Színház egyik műsorát írta le. Akkor még csak néhány napja ismertük egymást. Két ifjú az ígéretes karrier küszöbén. Két ifjú, aki ugyanarról álmodik. És akik nem akartak bántani senkit. Ki lesz oly bátor, hogy megkötözi ezt a bájos ifjú hölgyet? Kösse össze a csuklóját, maga a lábát, a bokája körül. Valamelyikük nem matróz véletlenül? Nem, nem. Azért biztosan tudnak erős csomót kötni. Önelégült, kiszámítható és unalmas. Milton elérte, amit ő sikernek nevez, és most már fél. Ezért aztán nem is reszkíroz. A néző csak jó indulatból tapsolnak ezeknek az ócska, elkoptatott trükköknek, miközben... Ezek a régi kedvenc. Kedvencek, hagyjál már! Kell valami új, de Milton még golyót sem mer fogni. Az kész öngyilkosság. Elég, ha egy túlbuzgó jelentkező gombot dug a pisztolycsőbe. Be kell avatni valakit. Mindegyik mutatványhoz? Akkor kiveszi meg a jegyeket. Jól van, ne fogjon golyót, de a lényeg akkor is az, hogy egy vérbeli bűvész mindig kitalál valami újat, amin a többiek azután törhetik a fejüket. És aztán egy vagyonért eladja nekik. Ahogy van. Igen, jó, sejtem, hogy önnek van ilyen trükkje? Igen, van. Nem akarja eladni nekem? Nem. Más nem tudja megcsinálni. Minden trükk utánozható, igaz, Mr. Cutter? A Mr. Borden megalkotta a mesterművét. Lehet, hogy azzal más nem boldogul. Milton remek szórakoztató, de valóban fél bepiszkolni a kezét. Ha tudni akarják, hogy milyen az igazi bűvészet, menjenek el a Tenlibe. Ott lép fel egy kínai, akitől tanulhatnak. Chang Ling Tso. Nekem oda túl drága a jegy. Ismerem a jegyszedőt. Menjenek el, és nézzék meg. És amelyikük megmondja nekem az aranyhalas mutatvány megfejtését, az jutalmat kap. Jól kicsoda? Van. Bemutatkozhat régi barátomnak, Mr. Eckermannek. Komolyan? Az kicsoda? A legjobb színházi ügynök Londonban. Aj, megint rosszul kötötte meg a csomót. Én biztos mozgattam a kezem. Olykor még elfelejti a dolgát. Ha Julia keze kicsúszik, amikor a csigálóg, a lábát töri. Rossz a csomó. Mondtam már, hogy a dupla Langford jobban tart. A dupla Langford nem vízbe való csomó. Túl veszélyes. Ha a kötél megdagad, akkor szorul. Ki tudom vízben is oldani. Ki oldja, ha gyakorolja? Figyelj, Borden, azt mondta nem. Mi van? Jobban értesz a csomókhoz nálam? Figyeljen! Ne legyen több hiba. Még valami? Mondd csak. Akarsz cserélni? Inkább hagyjuk. Sejtettem. Mondja, Cutter, honnan jött a fickó? Honnan jött maga? Ő Virgil díszletese a holban. Nem fél, hogy ellopja a trükkjeit? Más jár az ő fejében. Honnan tudja? Onnan, hogy én fizetem, hogy lopja el Virgil narancsos trükkjét. Nem bízom benne. Született bűvész. Persze, hogy megbízhatatlan. Szerintem rendes. Te mindenkiről azt hiszed. Még rólad is. NGR, legyen óvatosabb. Ha én látom, hogy a felesége lábát csókolgatja, akkor a néző tér közepén is látják.